Az UNK-Tisza-Szamos Túr határmenti turisztikai és természetvédelmi egyesület, valamint az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség szervezésében legutóbb Máté Szalkán tartottak ifjúsági találkozót. A térség országgyűlési képviselője a helyi közösségek összetartó erejéről beszélt. Hogy egy közösség milyen erős, azt gondolom, hogy mint minden láncszemben a leggyengébb láncszemről fog eldőlni, hiszen azt fog elszakadni leghamarabb. A mi közösségünk, a mi keresztény közösség és polgári közösség, azt gondolom, hogy a gyarlóságnál fog elszakadni, vagy legalábbis a társadalom által ránk dobált gyarlóság vagy gyarlóságnak látszó víziókról. Ezeket pedig komoly értékválasztással és elköteleződéssel lehet kivédeni. Erről már Rácz Zsófia, miniszteri biztos beszélt a találkozón. A kulcs talán az lehet abban, hogyha szeretnénk egy sikeres jövő generációját kinevelni, ahogy Andris mondta, hogy ebben felelősségünk van. Ott egy olyan kölcsönös együttműködésnek kell megvalósulnia, egy olyan tolerancián és türelmen épülő együttműködésnek a generációk között, ahol, ha lehetek őszinte, mert egymás között vagyunk, még bőven van mit tennünk. Én úgy gondolom, hogy a nálunk idősebb generációnak nagyon komoly felelőssége van abban, hogy azt az rengeteg tudást és tapasztalatot, amit megszereztek, azt átadják nekünk fiataloknak, és ne egy fenyegetésként tekintsenek arra, hogy mi is bejövünk a képbe, hanem egy lehetőségként arra, hogy mi tovább vihetjük, tovább örökíthetjük azt az értékteremtő munkát, amit ők évtizedek alatt letettek az asztalra. A generációk között azonban van némi hasonlóság is. A Z generációban a történelem ismétli önmagát egy új formában, ezért mondják a mai tizenévesekre, hogy ez egy válságtudatú generáció. Egészségügyi, migrációs, gazdasági és energiaválság. Az elmúlt 4 évben ezeket a kifejezéseket tanulhatták meg a tizenévesek. Számukra ezek már nem új fogalmak, ezek mentén élik a hétköznapokat. Pszichológusok pedig arra keresték a választ, mi segíthet átlendülni a nehézségeken. Erről beszélt Hollik István. A válasz az egyértelműen az, hogy az erős identitás. Akinek megvan az önazonossága, az identitása, az sokkal jobban viseli a nehézségeket. És hogyha ezt elfogadjuk, hogy ez így van, egyébként történelmi tapasztalatok is ezt mutatják, hogyha ez így van egyéni szinten, akkor ennek így kell lennie közösségi szinten is. Tehát azt gondolom, hogy akkor, amikor ilyen vérzivataros, háborús, nehéz időket érünk, akkor kifejezetten fontos az, hogy erősítsük meg önmagunkat, hiszen aki őrzi az identitását, őrzi a kultúráját, a hagyományát, fontosnak tartja a kisebb városi, megyei, vagy nemzeti közösségét, a sokkal nehezebben, sokkal könnyebben elviseli. A keresztény demokrata politikus hozzátette, a magyarok identitása különösen erős, enélkül a világ szegényebb lenne.